Nem hallottad? Két percet kapsz, hogy összeporra ládádat és eltűnsz. Vissza se gyere! Menj vissza az erdőbe! Igen, vissza az odúdba! Mit kiabálsz? Te miért nem alszol? Még kérdez? Mit csináltok? Nem akarodnátok visszaaludni? Hogy aludjak, mikor ekkora zaj csapasz? Én csapok zajt? Én? Inkább ez a feketézőm, semmire kellő gazember. Csak téged hallani! Nem tudsz csendben maradni? Legalább egy pillanatra, legalább éjjel. Elegem van a ricsajból, egész nap kukorékolsz és dűröksz. Az éjszaka a pihenésé. Csukd be az ablakot és menj vissza az ágyba, de rögtön. Mit csinálunk? A csendháborítás ellen küzdök. Én is fennmaradhatok veletek? Na, mamin fogtok összeveszni? Nem, nem maradhatsz. Mi történik itt? Így nem lehet aludni. Mit üvöltesz? Én üvöltök? Inkább ez a kakas. Te, tisztességes tyúkok éjjel alszanak és nem lármáznak. Úgy bizony. Ne szólj bele! Azt hiszed, hogy egyedül vagy a barom fiolban. Neked meg nem azt mondtam, hogy menj vissza aludni. Ki ez a gentleman? Gentleman? Ez egy akasztófa virág. Vén boszorkány! Ki a vén? Te! Nem tök mindegy, mindketten rondák vagytok, mint két tehén. Már megint kezdik el! Ne, legalább te ne szóljál bele! Én szólok bele, én le sem tudom hunyni a szememet ezek miatt, a tyúkok miatt, és te még azt mered mondani, hogy én szólok bele? Kék miatt? Milyen tyúkok miatt? Csak azt akartam mondani, hogy ne idegesítsd. Kérlek szépen, én vagyok a hibás, én zavarlak téged, én idegesítelek téged, hát persze! Olala! Nem engem, csak téged. Vagyis magadat, csak magadat idegesítelek. Engem is? Kínos, csak gyöndör, kérlek szépen, ez neked örömet szerez. Legjobb lenne, ha kitépnétek egymást hol lehet. Menjétek aludni, mindenki! Ez meg ki? Na is törődj vele! A barátod? Barátom? Úgy nézek én ki, mert nekik ilyen barátai vannak? Nem hinném, az túl helyes. Szerintem művésznek néz ki. Művésznek? Bandita, csaló gazember! Szóval... ismered? Már jó ideje. Túlságosan is jól ismerem. Akár a rossz pénzt, akkor lássam, mikor álltam közepét. Én most látom először életemben. Az épp elég. Talán külföldi? Barna. Gyönyörű. Szállalmas. Olasznak adja ki magát, de előttem aztán nem játszhatja meg magát. Rögtön felismertem. Piszkos. Nekem nem tetszik. Hát inkább a halál, mint ez. Helyes. Ha tudnátok ki is ez valójában? Vakok vagytok. Micsoda bunda, micsoda fené, micsoda lombos farok. Túl alacsony. Túl magas. Túl tenyérbe mászó. Olyan semmilyen. Tudnátok, kivel van dolgotok? Foglalt? Foglalki? Nős? Özvegy? Kevés. Ő a róka. Róka? Igazi róka? Biztos, hogy róka? Na, hogy ő a róka, ki más lenne? Nem mindegy, ki ő, hadd aludjak már. Nem akartlak megijeszteni benneteket, de jobb, tudjátok is, vigyáztok vele. Félek. Rosszul vagyok. Kirázott a hideg. Ne féljetek. Az oltalmam alatt álltak. Azt hittem, hogy a róka vörös. Festett. Hopott. Azt hittem, hogy szakállas. Ugyan már! Ej, milyen egy róka? Beleborzongok. És most, hogy figyelmeztettelek benneteket, menjünk aludni. Velem. A baromfiolban biztonságban vagytok. Csak ki nem eljöttek reggelig. A róka nappal már nem mer a baromfiolban közelében garázdálkodni. Úgyhogy alvás, alvás. Végre. Jó éjszakát, nővérkék. Szép álmokat, angyalkák. Pá, kedves! Jó éjszakát, öregem! Jó éjszakát, drágám! Pá, bogárcsám! Nem sikerült mi? Jó éjszakát, Vertus! Találta a szalagot.
Ne menjen el! Nem beszélek magával! Maga bandita! Még a banditák sem érdemlik meg a magányt. Bandita! Ragadozó! Brutális! Hogy nem szégyelli magát! Könnyű vádaskodni! Ismerni csak a körülményeim! Nem ismerem, és nem is akarom ismerni! Hát persze! Mindig úgy az megvetés, szitkok, gyűlölet! Őrültség lenne mást remélni. Csak önmagát hibáztathatja. Ez már a könyökömön jön ki. Már hozzá kellett volna szoknom. Mégis fáj. Csak a zene és a magány maradt. Szereti a zenét? Mivel nincs kit szeretnem, mivel mindenki elfordult tőlem, magányomban csak a zene maradt. És a garázdálkodás? Ki mondta, hogy hivatásos bűnöző vagyok? A férjem? Azt hittem, a nők megértőbbek. Ez igaz. Ki szereti a zenét, nem lehet vele így romlott. Ne beszéljünk róla többet. Engem úgy sem értett meg senki. Miért? Beszélgethetünk. Csak ne túl hangosan. És ha... közelebb jönne? A világ minden kincsért sem. Itt jobban hallana. Kizárt dolog! Tehát magában nemes érzelmek is vannak? A társadalom elpusztította, eltaposta, kiölte belőlem azokat. A társadalomnak védekeznie kell az olyanokkal szemben, mint maga. Éppen lehetőleg. A társadalom tett azzal, aki vagyok. De talán még most, ha csak egyetlen kinyújtott kéz, egyetlen testvéri lélek, egyetlen csak mi őrzé. De nem. Rossznak kell lennem, tehát rossz leszek. Betöltem a szerepet, ami kijelöltetett számomra. Nem szabad elveszteni a reményt. Késő. Soha nincs késő. Nem jönne mégis ide. Férjem! Félek, hogy felébred. Viszontlátásra! Hova? Az erdőbe. Beszélgethetnénk? Nem szabad veszélybe sodornom magam. Miért? Ha halkabban beszélünk... Halkabban nem megy! Psz, várjon! Nem. Végig megyek az utamon. Elvesztem. Egy pillanat. Gyűlölöm magát! Miért? Valami rosszat tettem magának! Igen, megbánt! Hogy értsem ezt? Visszadta nekem a reményt, hogy jön a kiábrándulás, és minden még rosszabb, még fájdalmasabb, még magányosabb lesz. Akkor már jobb nem is reménykedni, maga csak játszik. Most pedig maga bánt meg ezzel, ezzel a gyanúsítással. Ez kegyetlen játék. Mi? Erről ennyit. Mondja el. Más érzelmek ébredeznek bennem. Milyenek? Nem nevezhetem meg azt. Miért? Minden esetre a gyűlölettel teljesen ellentétes érzem. Ó, kínozza magát. Ha egy kis bizalommal lenne irántam. Bizalom. Valaha az is volt benne. Bizakodó, nyílt róka voltam. De a világ leszoktatott a bizalomra, és azt mondta magamnak, soha többet! De ez nem az én bűnöm, és maga engem vádol. Ahhoz, hogy visszatérjen a bizalmam, szükségem van valami minimális bizonyítékra, hogy bizakodhatom. Mondjuk, ha idejönnek. Ó, azt aztán nem. A tessék, tehát nem bízik benne. Bízom magában. Mégis de... habozik. Talán megvan rá az okom. De bizalmat követel tőlem, és maga bízik benne? Beláthatja, hogy az én helyzetem... Búcsúz, remény. Jó. De nem túl közel. Most bízik bennem? Egy kicsit. Csak egy kicsit! Maga fél tőlem. Olyan szörnyű híre van. Fél tőled, tehát nem bízik bennem. Ez igaz. De nekem is szükségem van valami jelre, ha nem is bizonyítékra. Akkor én többet adok magának, mint jelet. Teljes bizonságát nyújtom annak, hogy megbízhat bennem. Akkor azt javaslom, hogy menjünk hozzá. Nálam van pillanat. Tényleg? Bilincs, láncok, kötelek, még kavar is. És megkötözhetem? Mint egy bárányt összeköthet, tetőtől talpig és körös körül teljesen össze leszek kötözve. Messze van! Nem, egész közel. Jó, csak magamra kapok valamit. Nem tart sokáig. Jobb szeretném, ha nem kínálom. Jövök, rögtön jövök. Maga. Nem látom munkát? Egy naív róka. Ez nagyon mulatságos. Aki csak vár, és azt hiszi, hogy ő mindjárt visszajön. Nem jön? Dehogy nem. Holnap ugyanekkor?
Hát azt mondta, hogy csak magára kap valamit. Így is lesz, ha szerencséje van. Hamarabb biztosan nem véget. Öltözködéssel? Kifesti magát, ó, halvány naív róka. Kifesti magát? Áll a tükör előtt, és javítgatja a szépségét. Reménytelen vállalkozás az ő esetében. Ja, ha már itt tartunk. Mi tetszik magának benne? Rájöttem, hogy a sötétség az oka. Látná csak nappal? Mit fog vele csinálni? Indiszkrét kérdés. Elnézést, csak kíváncsi vagyok, hogy mit lehet egy ilyennel csinálni. Egy ilyennel, akinek olyan bőre van, mint neki. 43-as lába és 8 kiló túlsúlya. Megenni? Igen, eltaláltam. Mert nem tudom elképzelni, hogy valami mást is lehetne. De hát semmi más nem szándékoztam vele csinálni. A férje nem említette, hogy ki vagyok. A róka. Akkor hogy merülhetnek még fel kétségek? A róka, vagyis a gyilkos? És a kacélkodások? Mindent hallottam. És ehhez kell folyamodnom, hogy elcsábítja az áldozatot. Nem világosíthatom fel egyenesen, hogy szeretném megölni magát. Azt kell mondanom, szeretem magát. Csalok. Az ilyen nők egyáltalán nem érdekelnek. Pedig elég meggyőző volt. Gyakorlat dolga. És az egész csak színlelés volt. Elejétől a végéig. Teljesen őszinte legyek. Impotens vagyok. Csodálkozom. Miért ilyen őszinte velem? Mert maga egyáltalán nem érdekel engem. Mint nő? Semmi nő, semmi áldozat. Mint nő? Azt értem. Ez férfiasságának fogyatékosságából következik. De mint áldozat miért nem? Nem próbált meggyógyulni? Gyógyíthatatlan vagyok. Honnan tudja? Nem szeretnék részletekben bocsátkozni. Lehet, hogy még nem találta meg az igazit. Lehet. Egyébként a gyilkolás teljesen kielégít. Klasszikus eset. Öl, mert nem tud szeretni. Szeretek ölni, jól el vagyok vala. Van egy percet. Miért? Érdekel a pszichopatológia. Szeretnék magával beszélgetni. Elvileg találkám van, de mivel ön azt állítja, hogy biztosan nem jön. Ne aggódjon. Tehát nem érdeklem, mint áldozat. Nagyon sajnálom, de maga számításra sem jön. Pedig olyan vagyok, mint bárki más. Nem. Mi más lehet bennem? Legalábbis első pillantásra pontosan ugyanolyan. Maga lát valami különbséget? Lehet, hogy közelebbről kéne megvizsgálni. Nem! Aha, ez elgondolkodtató. Váltsuk témát. Azt ígérte, hogy beszélget velem. Volt már pszichoanalitikusnál? Nem hiszek a pszichoanalízisben. Kár. A pszichoanalízis segíthetne magán. Sok mindent megmagyaráz. Ne jöjjön közelebb! Fél tőlem? Nem félek, de kérem, ne jöjjön közelebb. Érdekes, érdekes. Magának csak az a baja, hogy nem akar meggyógyulni. Erre már én is gondoltam. Igen. Félelmet érez a gyógyulástól. Védekező komplexust alakított ki önmagában. Azt állítja, hogy így, ahogy van, boldog. És ez nem igaz. Védi a saját ámítását, melyet igaznak ismert el. Védi a saját döntését. Pedig a lelke mélyén vágyik a gyógyulásra. Vágyik rá, de nem akar róla tudomást venni. Honnan veszi ezt a merész hipotézist? Tipikus mechanizmus. Nevetséges, ez mind csak koholmány, áltudományos teória. Akkor miért fél tőle? Egyáltalán nem félek. Aha, majd mindjárt meglátjuk. Ne, kérem, ne jöjjön közelebb. Tehát nem tagadja, hogy fél tőle? Nem tagadom, csak ne jöjjön közelebb. Így már jobb. Már nem tagadja. Már csak kér és könyörög. Beismeri, hogy fél tőle? Beismerem, csak ne túl közel. Jó, nem megyek közelebb, de csak egy feltétele. Ami csak parancsol. Vallja be, miért fél tőlem? Muszáj. Jövök. Magában van. Valami más. Valami más, mint abban a hülyetyúban. Ó, össze sem lehet hasonlítani. Amazzal sincs semmi problémám, de az ő jelenlétében nem éreztem semmit, mint magával. Tehát valami, ami neki nincs? Valami, ami egyetlen nőnek sincs, aki veled eddig találkoztam. Ez a valami felébreszt bennem valamit. Nem szabadott volna közelebb jönni. Csak magának akarok jót. Félek. De ugyanakkor kívánok. Nem, ezt nem tudom elviselni. Csak egy pillanat, utána egészséges lesz. Ne. Meggyógyítom. Várj csak rám, vajtna ez az Adonis.
szőke, az a naív liba komolyan azt hiszi, hogy ő kell ennek a félistennek. Kék meg úgy gondolja, hogy behálózhat egy ilyen kaliberű férfit az amatőr elmetrükkjeivel. A kakas meg hagyja! Semmire sem hoz a szerencsétlen. Ez is csak ágyba tép meg. Talán. Bezzek az a két magát kellető nőcske. Azok kellenének neki. Rossz az ízlése. Ott, ott! Mi? Itt ketten! Mit csináltam itt? Mi? Én? Ki? Talán ő! Mind a ketten! Két szerencsétlen még szeretőt sem tudnak tartani felvelét az egész Ti sem alszotok? Mind a ketten, az egyik is és a másik is! Mit az egyik és a másik? Hová indultok? Mi? Sétálni, igaz, drágám? Igen, sétálgatni. Mi együtt. Nem igaz, külön-külön! Igen, igen, én is aludtam, külön-külön! Mit külön-külön? Ez még mindig itt van! Ki? Tényleg ki? A róka. Á, a róka. Milyen róka? Á, a róka. Csak ugyan. Hol mutasd? Ez lenne a róka. Mi más lenne ez a fiú? Ti sétálni indultatok a róka? Egyszerre mindannyian megőrültetek? Nem egyszerre! Külön-külön! De hiszen azt mondod, hogy mindkettő. De mindketten együtt, külön-külön! Külön-külön! Külön-külön együtt? Nem, mindketten külön-külön! Semmit sem értek, de mindenket. Sétálj, mikor a róka lesben áll. Nem sétálni indultam! Nem sétálni indultam! Nem sétálni indultam! Nekem aztán édes mindegy, hogy ki hova megy és mit csinál, de engem hagyjatok aludni. Hogyha ezek ketten ennyire naivak, akkor egye meg őket a róka. Nem sétálni, mint ha azt mondod, akkor, hogy sétálni indultatok. Mi sétálni? Miféle sétáról beszél? Azt mondod, hogy sétálni megyek. Talán te. Én bárhová mennék, ha a róka hívna. Most akkor lesz séta, vagy nem lesz séta? Dehogy lesz. Meg akartam mutatni a kalapját. Most? Éjszaka? Ez egy éjszakai kalap. Éjszakai kalap még mit nem? Mi ez? Farsangi elmez próba. Nem tetszik nekem ez az egész. Nem együtt! Nem együtt! Nem sétálni! Se! De hallgatsz már végre! Miatta van? Hisztérika. Miért nem alszik? Miért ül az ablakban? Miért bámul ki az ablakon? Jól beszélnek. Miért vagy az ablakban? Miért bámulsz ki az ablakon? Ők is a róka! Ők is a róka! Ó, na, mi van ezzel a rókával? Miért pont a rókával? De ők meg a róka! Á, a róka, ez az isteni állat. Mit? Mit a rókával? A róka jár a fejében. Na most aztán már elég legyen, marcs az ágyba, ne kelljen kétszer mondanom! Végre ennek a nyomkultnak is megjött ez össze. Ha úgy kívánod. Nagyon szívesen. Kérlek szépen. Ti is? De miért? Látva, de rögtön! És a kalapom? Csodálatos, drágám. Mit csinálsz még itt? Én semmi, de... Még itt az ablakban? Én ne! Marcs aludni! Majd később számolunk. Na! Vége a szerenádnak. Adjő, trubadúr! Most már hiába állsz itt reggeli. Nem is semmire. Menj vissza az erdőbe. Honnan van az a szalag? Hé, én nem hallottad? És akkor elmész? Vissza az erdőbe. Miért sietsz ennyire? Itt már nincs dolgom. Mit akarsz ezzel mondani? Isten. Honnan van az a szalag? Találtam. Találtad? Aki talál, nem keres. Szalagot? Gondolj, amire akar. Mondd el rögtön. És miért? Mert kérdeztem. Ez aztán az indok. Kíváncsi vagyok. És ez engem mennyiben érint? Kérdezni azért csak szabad. Persze, de csak udvariasan. Szóval. Miről van szó? Mi történt itt? Mikor? Amíg aludtam. Á, akkor. Semmi különöm. Mégis, nem szeretném tudni. De ha egyszer tulajdonképpen semmi nem történt. Semmi, vagy tulajdonképpen? Tulajdonképpen. Mi? Semmi. Vagy meg tudom, vagy megőrülök. Megmondhatnám. Igen, igen, mondd meg az igazat. Csak halkan, csak négy szem között. Hölgyek előtt nem illik. Hölgyek előtt? Miért? Mi? Tessék! Nem hajlom! Á, nehéz ügy. Mondd még egyszer!
Tessék! Egy szót se hallok! Sajnálhatod, te elég érdekes. Megőrülök? Főleg neked. Elismerem, hogy ilyen távolságban semmit se hallani. Na, és ha lejjebb jönnék? Á, na, az már más. Akkor meg tudom? Akkor kétségben. Ha jövök, már jövök.